Egy új nap és egy új kaland. Na, kedveseim, ma azt fogom csinálni, hogy mivel nem akarok ilyen skeleton maradni, szóval szerintem elindulhatnánk keresni valakit, aki tud nekünk segíteni. A ágyamat el is viszem, hogy meglegyen. Ja, és mielőtt elindulnék, szeretnék a barátaimnak üzenni egy kis dolgot. Várjatok, tábla. Na. Mondjuk tegyük ki, ha mondjuk belépnek itt az ajtón, akkor rögtön észre fogják venni. Mondjuk így ide egy táblát, hogy Crazy. Crazy és Broody. Elindultam. Valakit keresni, aki tudna rajtam, akkor itt folytatom, segíteni. Ja, és ha utána akartok jönni, akkor a sóder, így sóder hegy, nem hegy, hát nem hegy, hanem dombságba mentem. Így né. Jó, Krill. Szóval, ha Broody vagy Crazy ide hazaér, vagy hazaér, hát meg akarnak látogatni, vagy ha Brooder hazajön, akkor meglátja ezeket a táblákat, és gondolom azért beszól Crazynek is, hogy jöjjön vele engem megkeresni, vagy ilyesmi. Hát remélem, hogy majd elolvassák, mert elméletileg Broodernek holnap, elméletileg Brooder holnap jön haza. Vagyis holnap kell jönnie haza. De én már nem fogom megvárni. Még nem akarom veszélybe sodorni, mert lehet, hogy sok veszély vár rám, amerre én megyek. Szóval szépen elindulok. És hát meglátjuk, mi lesz. Mondjuk abba az irányba oszni. Na, remélem majd a üzenetet elolvassák a barátaim. Most elindulok errefelé, mert itt legalább bele tudok olvani a környezetembe, mert úgymond itt a... Ó, lámák! Ó, ott láttok valamit? Látjátok? Mi lehet az ott? Help me! Jaj, már megint üldöz valaki. Nem elég, hogy Crazy üldözött tegnap? Nem. Itt egy uksi.
Remélem nem vesz észre. Jó van, elment. Hú, ez ki volt? Még soha életemben nem láttam. Júj, ez nagyon durva volt, nézők. Na szóval, bocsánat a kicsi vágácska miatt, sajnos muszáj volt. Na mindegy, gyorsan ki kéne sütnöm ezt a három kicsit. És, ja. Addig, egyébként nem tudom, hogy miért, de mindig... Nem tudom, hogy miért, de egyébként mindig a csákányomat akarom elégetni. Mindegy, butus vagyok. Na. Szerintem megnézzük, hogy mi az a torony. Egyébként milyen sok láma van itt? Lehet, hogy abban a toronyban egy láma tenyész lakik, vagy nem tudom. Mondjuk nem hiszem, hogy a láma tenyészek a toronyban laknak, de hagyjuk. Hát végül is, ha valaki jót tud építeni. Na, egyébként kár, hogy a lámák nem dobnak kicsit, vagy dobnak. Én úgy tudom, hogy csak zöld dobnak. Nézzünk be, mert látom valakinek a nevét okni. Ó, milyen képek vannak itt. Tetszenek. Főleg az a vidőrös, ez nagyon, nagyon jó. Mondjuk nem olyan jól van megcsinálva, de nem rossz. Hú, én a csiga lépcsőkön egyébként leszoktam esni általában. De most nem. Mi a franc? Ah! Ajaj, úter, nem szeretem azokat. Biztos ilyen csapdaszerűségként van itt, vagy nem tudom. Nem lesz jó így. Inkább jobb, ha feljebb megyek. Bam. Na. Hi. Én Foxy Foxy vagyok, de most igazából Skeleton Foxy vagyok, és te... Kicsoda vagy? Vagy te, ismerlek téged? Most mondtam el egyébként, de elmondom még egyszer, hogy én Oxy Foxy vagyok, vagy az eredeti nevem, csak most Skeletonnál változtam, meg ilyenek. Jaj, kicsit érdekes, hosszú történet. Egyébként szép helyen laksz, tesszük. De egyébként tudnál nekem segíteni, vagy ilyesmi? Igen, azt szeretném tőled kérni, hogy kérdezni, hogy tudnál rajtam egy kicsit segíteni, ha már te ilyen varázslószerűség vagy. Mert vissza szeretnék változni élővé. És ja. Jéj, köszi! Egyébként nagyon köszönöm, hogy végre találtam valakit, aki segít. Mi az ott a kezedben? Megnézhetem? Varázsital, azonnali sebzés. Mit csinál velem az azonnali sebzés, kedves varázslókta? Remélem jót fog tenni. Tessék, remélem segít. Hát megiszom, azt megpróbáljuk. Na. Au, ez egy kicsit fájt. Nem érzek semmit. Lehet, hogy ennek nem azonnal hatása, vagy kicsit később, vagy lehet, hogy nem hat, vagy most mi van? Nem értem, én nem értek az ilyen varázsitalokhoz, meg még most először ittam ilyet. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy nem tudom. Jaja. Nem azonnal hat. Oké. Nem is gondoltam, hogy azonnal hatna. Hát akkor úgy lehet, hogy várnom kell egy kicsit, hogy hasson. Na mindegy. Egyébként tudsz valakit, aki egy kicsit jobban tudna segíteni, aki mondjuk azonnal vissza tudna változtatni, mert én minél gyorsabban vissza szeretnék változni. Élővé, nem pedig félig halott lenni, meg ilyenek. Érted, ugye?
Vaja. Egyébként tudom, még egy pár szó el fogom mondani, de tetszik ez a torony. Nekem. Főleg, hogy van mindenféle szükszakod itt, minden. Én is ellaknék egy ilyenbe igazából. Főleg, hogyha így van berendezve, mint most. Apám jobban tudna neked segíteni, de van egy kis gond. Az jó, hogy tudna nekem segíteni, de mi lenne a gondi-bondi-bondi-gondi? Mi lenne a gondi-bondi? Egyébként lement a nap. Mondjuk, fura, hogy csak most vettem észre, de hagyjuk. Ő az endben lakik, egy ender toronyban. Az endben? Endben? Hát nekünk ilyen kakimaki pusztunk van, én így nem tudok menni az endbe. Nekem kéne valami jobb puszt, vagy ilyesmi, hogy az endben tudjak menni. Hát, tudok adni neked egy kis felszerelést. Ó, köszönöm szépen! És ó! Ó. Hát, sisak. Egyébként sisakom, ez leesett, de egyébként sisakom az van, azt akartam mondani. Hogy azon már van, csak mellvért kell, meg a többi cuccos. Majd később lemegyek érte, csak most egy... Csak még nem akarok a szkúterrel szórakozni. Inkább dobd ide nekem itt. Jó, egy mellvért. Egy gatya. És egy cipellő. Vaskardom az van, szóval azt már nem kell adnod. Egyébként köszönöm szépen ezeket a cuccokat. Szerintem fel is vettem őket. Tűnik. Van egy teljes vadságtunk. Yeah. Nézed azt a talajt. Kell föl a nap, aztán még. De szép a hold egyébként. Na? Na hó, kis varázslóka. Varázslóka. Szóval merre indulhatnék, hogy mondjuk azt a apádnak azt a portálát, vagy ahol eljuthatok az endbe, biztos van valahol egy portál. És kéne nekem valami irány, amerre elindulhatok, mert én nem tudom, hova induljak, ugye? Szóval... Ja. Mennem kell kicsit bányászni, és sok szerencséd. Ja, és hogy indul nyugat felé, és ott lesz kukor. Na szóval, nyugat felé. Oké. Okay. Tényleg egy varázsló, vagy csak bágolt nekem a gyerkőtje. Na mindegy, nézők. Szerintem én ezt a letrát elviszem, mert kelleni fog. Ó, tetszik rajta ez az enchant. Ja, egyébként ebben a világban, amiben vagyok, ez ugye magyar, és a kedvenc enchantomat, a Meddinget megmagyarosították, és az lesz a neve, hogy javítás. És egyébként én gondoltam, hogy valami ilyesmi lesz a neve. Jaj, már megint lebegünk. Egyébként szeretnék vinni egy ilyen scooter blokki mokkit, mert ez nagyon... Nem tudom... Fejezek, ezt nem csákánnyal kell elizélni. Aztán. Igen, piroska megvan, de nincs benne semmi. Akkor ezt kiütöm. Feketét. Oszta! Jó! Na várjatok, ezt ki kell nyitni. Oh my god! Itt egy OP-s felszerelés van, Medi. És képzeljétek el, ebbe a verzióba, amiben vagyok, és ami... Szóval... Most ez a világ, amiben vagyunk, ez ugye magyar, és képzeljétek el, hogy most már ezt a
egyik, most már az új kedvenc enchantomat, a medinget, megmagyarorskap. Nem volt a útban fegyver. Hát igazából hazamehetnénk a csákardért, de nem akarok. És azt mondta, hogy nyugat felé induljak, és a nap ott van, szóval arra lesz kelet, és akkor arra van nyugat. Szóval arra felé el kell mennem kb. Crazy háza felé. Na. Kíváncsi leszek, hogy mi sül ki ebből az egész kalandból. Meg tényleg milyen messze lesz az az Ender portál, ahova kell majd mennünk. Jó, de az Endbe. Szerencsé szereztünk ilyen páncélt. Mondjuk lehet, hogy ez a fiatal varázslóka. Lehet, hogy fog rám haragulni, hogy elloptam a páncélját. De nem tudom igazából. Mert igazából szerintem mi nem vagyunk annyira vagányak, hogy így ilyen gyenge páncélzattal neki menjünk az Ender Dragonnak. Meg akkor szerintem ott pusztulnánk meg. Mert tudjátok, ha én még egyszer meghalok, akkor szerintem én már nem fogok újra éledni. Vagy szerintem így van. Ott egy fehér patika. Aucs. Aucs. Mondjuk jó lenne lóval menni igazából, de... De hagyjuk. Nincs nyergem az a gondi-bondi. Jobban meg kellett volna nézni a ládákat. Na mindegy, most már nem fogok arra elmenni. Van még valami... Még sütnünk kéne husikát is. Ó! Oh! Ó! Oh, fenyőstáj! És elkezdett esni megint az eső. Kájó. Oh my god. Nehogy megint belém villámlódjon. Ó, mennyi paci van ott. Van ott egy pár patika, szürke patikák, de még mindig nincsen nyerő. De itt legalább jó, mert itt esik a hó, és ez szebb kicsivel. Általában azt szokták mondani, hogy ha villámlik, akkor ne álljunk fa alá. De ugye Minecraftban ez kicsit máshogy van. És ott nem gond, ha beállt a fa alá. Na. Kiégetem ezeket a husikákat, hogy legyen. Közben figyelj, mozizom a patikat, mert miért nem. Jaj, kíváncsi leszek erre a kalandra. De mivel van rajtam ilyen malware-t, ezért, ja. Van rajtam ilyen malware-t, ezért nem fázok annyira. Mondjuk a lábam az fázik, meg ilyesmi. De képzeljétek el, mióta Skeleton lettem, azt vettem észre, hogy nagyon gyorsan el tudok fáradni, szóval nagyon gyorsan elfáradok, meg fázok. Szóval ugye nincs rajtam szőr, meg úgymond hús sem, de így érzem a dolgokat. Szóval mondjuk ha fogadosom ezt a levelet, ezt is érzem, meg ha kiütöm akkor is. Szóval ilyesmi. Akkor szerintem menjünk tovább, csak meg... Én olyan butus vagyok nézőim, mert én mindig a csákányomat elizélem. Mondjuk jól jönne már egy kőcsákingó, csak még nem volt alkalmam csinálni. Na. Írni. De azért most is éltünk. Legalább megismerkedtünk egy új emberkével. Remélem, hogy majd még, lehet, hogyha sikerül majd visszaváltoznom, akkor lehet, hogy majd még meglátogatom. Ó, a jég. Próbálok itt a fenyő erdőbe mászkálni. Ujjjjjjjj, de... Ó! Sötét fa erdő. Mit találunk itt? Van itt fenyőfa, most meg sötét fa erdő, de jó. A havas eső, ami egy kicsit vicces. Na. Itt legalább nem ér annyira minket az eső.
Na. Na, kedves nézőim, találkozunk a következő részben is. Sziasztok!